öröm ilyen társaságban lenni, és én is nagyon szeretek sportolók közt lenni. Sokat foglalkoztam én is sporttal, végigkísérte egész életemet, ha bár ez most már nem látszik annyira, és már nyilván kevesebb idő is jut rá, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szelete volt személyes életemben is a sport. Azt gondolom, hogy a sporttól sok minden jót tanultam. Megtanultam a fegyelmet, megtanultam a rendszerességet, megtanultam azt, hogy a tevékenységet minden esetben közösségbe kell végezni. Ahol megtanultunk alkalmazkodni, barátokra tettünk szert, megismertük az ellenfeleket, és nem utolsó sorban megtanultunk küzdeni. A sport egyik legnagyobb erénye a közösségformálás. Ahhoz, hogy egy nemzet sikeres legyen az elkövetkező időszakban, ahhoz az szükséges, hogy a társadalmi élet számos terén sikereket tudjon felmutatni. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke köszöntötte azt az 54 sportolót és 39 edzőt, akiket a megye és a Tolna megyei sportszövetségek szövetsége díjjal tüntetett ki a 2014-es évben nyújtott sportteljesítményük alapján. Az elismerést országos és világversenyeken dobogós és negyedik helyezést elért sportolók kapták. Gál László, a sportszövetségek szövetségének elnöke szerint ezt a díjat mindig nagy öröm átadni, mert megtiszteltetés Tolna megye legjobb sportolóival találkozni. Rendkívül sok összetevője van egy ilyen sportsikernek. A szülői háttértől elkezdve az anyagi háttérig, az egyesületek, az edző személyisége, az egyáltalán, hogy abban a városban milyen lehetőségei vannak a sportnak. Tehát ez a sok összetevő, ez ritkán van együtt. A megyei sportszövetségek kapják meg a felkérést arra, hogy a saját sportágukban határozzák meg, hogy kit választanak meg a sportágnak a legjobbjának. Hát itt a legjobb eredményt elérők szokták nyilván kapni ezeket a díjakat. Tóth Lili Anna, a dombóvári VSE versenyzője, 2000 méter akadályon új országos csúcsot futott az ifjúsági olimpia Bakiban zajló kontinentális selejtezőjén. 6:42:19-es idő alatt teljesítette a távot, és megszerezte a korosztályos magyar atléták első kvótáját az ifjúsági olimpiára, ahol bronzérmes lett. Dombóvári Vasutas Atlétikai Egyesületben sportolok, Dombóváron, és nagyon örülök, hogy megkaphattam ezt a díjat, mert ez elismeri az egész éves munkámat, és igazából azért a nemzetközi eredmények miatt kaphattam meg, az ifjúsági olimpián bronzérmet szereztem, és ezt nagyon nagy mértékben köszönhetem az edzőmnek, Fazekas Gáspárnak, és a családomnak, akik támogattak és megadták nekem a feltételeket, valamint az edzőtársaimnak és a barátaimnak, akik segítették a felkészülésemet. Gondolom, míg iskolába jársz. Hogyan lehet két dologra koncentrálni egyszerre, hogy a sportvilágban is sikeres legyél, illetve az iskolában is teljesíteni tudjál? Igen, 10. osztályos vagyok a Dombóvári I.S. Gyula gimnáziumban. Fontosnak tartom a tanulást is, mivel a sportpályafutás befejezése után nagyon fontos, hogy megfelelő iskolázottsága legyen az embernek, és próbálok erre is odafigyelni, és ott is a maximális teljesítményt nyújtani. Délceg Orsolya a lovasportban alkotott maradandót. 2014-ben a Simontornyai országos versenyen 110 cm-es kategóriában első, 120 cm-es díjugratásban negyedik helyezett lett. 2006-ban kezdtem el lovagolni, édesapám unszolására, és igazából nem is akartam versenyezni, csak hát az edzőm belevitt az egészbe. Megkaptam az első lovamat, vele nem voltak eredményeim, mert nem az a tipikus sportló volt. Hát 4 éve kaptam meg a mostani lovamat, vele miután összeszoktunk, kezdtek jönni az eredmények, és igazából az idei évbe értünk fel a csúcsra. Nagyon büszke vagyok rá, és nem számítottam rá, mivel az idei év volt az, amikor nagyon keveset voltam versenyen, mert főiskolára járok, és nagyon kevés időm van, május végén kezdtem el dolgozni igazából én a lovammal, úgyhogy nagyon örülök neki. A Bátaszék SE karate szakosztálya 1983-ban alakult.
Jelenleg Magyarország egyik legeredményesebb karate egyesülete 14 aktív feketeövessel, mintegy 900-100 taggal és 10 minősített VKF bíróval. Vezetőedzőjük Nagy Ákos négy danos karatemester, a Bátaszéki Általános Iskola testnevelő tanára. Idén két díjazottja is van a sportegyesületnek. Hál' Istennek, nagyon jó a helyzetbe állunk. Bátaszéken az önkormányzat nagyon, hogy mondjam, erkölcsileg, anyagilag, mindenféle szempontból támogat bennünket, és elmondható, hogy nagyon sok gyerek választja ezt a sportágat. És aminek külön örülünk az, hogy minden korosztály számára tudunk lehetőséget adni, mert az óvodától gyakorlatilag a felnőtt korosztályig az egész palettát lefedjük sportolókkal. Összességében egy 80-100 sportolónk van, akivel együtt dolgozunk, és hál' Istennek elég gördülékenyen és sikeresen alakul a helyzetünk. Minden sportágra ráhúzható egyfajta séma, tehát nincs eredmény, fegyelem, szorgalom, intelligencia, és nagyon-nagyon sok emberi tulajdonságot fel lehetne sorolni, ami nélkül nem juthat tovább egy sportoló. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk egy japán mesterrel, akinek olyan kisugárzása van, hogy nagyon jól közvetíti ezeket az emberi tulajdonságokat, illetve magát a japán kultúrát is nagyon jól közvetíti a fiatalok felé. Én azt gondolom, hogy az emberi tulajdonságok mellett, mivel az mellett, hogy ez harcművészet, az mellett egy sport és versenysport. Nagyon fontos a fizikai felkészítés, és az pedig teljesen a modern kor követelményeinek felel meg, tehát atletikus képességeket fejlesztünk, gyorsaság, erő, állóképesség, hajlékonyság, amire ráépítjük természetesen a technikai és a taktikai dolgokat. Ludwig Robert tavaly csapatban és egyéniben is aranyérmes lett. Európa-bajnok lett kümitében, országos versenyeken rendszerint az első vagy a második helyet szerzi meg. Kategóriájában az ország egyik legjobb sportolója. A nyári felkészülések sorozata nagyon meggyőző volt a mi sportágunkban. Hát igazából mi kin voltunk Readingben, Angliában egy Európa-bajnokságon, ahol a magyar válogatott szép sikereket ért el. Én például a csapatkümite versenyszámban és sima kümite versenyszámban is aranyérmet tudtam hozni, amire én nagyon büszke vagyok. Egyrésztről úgy gondolom ezért kaptam ezt a díjat, másrésztről volt a VKF magyar válogatottnak egy versenysorozata, ahol kvalifikációs versenyeken kellett részt venni, és hát én képviseltem junior minusz 76 kategóriában Magyarországot, Zürichben. Itt sajnos nem, ez a verseny sajnos nem sikerült jól, mert az első körben egy lengyel versenyzőt vertem meg, és utána sajnos kikaptam egy svédtől, aki harmadik lett. Mackovics Márk 2014-ben az Európa-bajnokság ezüstérmese lett. Bátaszéken pontos létszámot nem tudok mondani, de a kicsikkel együtt olyan 100-an biztos, hogy vagyunk. 15 éve csinálom a maga a karatét. Hétfő szerda pénteken vannak az úgymond haladó edzések, és kedden csütörtökön vannak az utánpótlás kicsiknek az edzési. Hétfőtől péntekig állandó edzés van, illetőleg hétvégén verseny vagy edzőtábor vagy, tehát januártól egész évben nincs megállás. Hát ezt köszönöm szépen az edzőmnek is, a csapatnak is, és az összes támogatónak is. Hát most éppen polgármesterőre pont ezt vitogtattuk, hogy ezért a díjért, amit itt a csapattársam is kapott, hogy ezért nem tudom hány hétvége van egy adott évben, és abból összesen két hétvégénk volt, ami tényleg fakultatív, szabad. Minden hétvégén verseny, edzés, edzőtábor. Ugye a nyár elején kihirdetik a válogatottat, ugye most az Európa-bajnokságon, ami volt Angliába. Akik bekerültek a válogatottba, azoknak nincs megállás. Ahogy a suli, illetve a munka befejeződik a csarnokba, mi nem veszük le a gít, hanem egyből húzzuk fel a tisztát, és folytatjuk tovább a munkát, ami egészen az Európa-bajnokság hazajöttig, az október végéig folyamatosan tart. A tájfutás legjobbjait is díjazta Tolna megye. Bernát Zsolt, a Fehér Lófia Sportegyesület elnöke szerint a sportoló ember az élet minden területén nagyobb teljesítményre képes, mint aki nem sportol. A tájfutáshoz érteni kell a tájékozódáshoz és a futáshoz is. A fele gondolkodás, a fele test edzés és technika. Éppen ezért a tájfutás különösen embert próbáló sportág, de a célba érkezés élménye felbecsülhetetlen.
A Fejér Lófia Sport Egyesületet képviselem, az egyesületnek vagyok az elnöke, illetve az edzője. A tájékozódási futással foglalkozik az egyesületünk. A sportág lényege, hogy térkép segítségével kell végigmenni a versenypályán, tájékozódási feladat is van. Sportolás közben 50%-ban gondolkodás és 50%-ban futás, ez a jellemző a sportágunkra, és a térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell megkeresni a terepen. Gyakorlatilag ez a sportágunk lényege. Nekünk hetente 4 edzésünk van, ez részben futóedzés, mert ugye jól kell tudni futni a sportolónak, és hétvégenként pedig technikai edzések vannak, amikor kimegyünk a terepre és a tájékozódást gyakoroljuk, hiszen azt is ugyanolyan jól kell művelni. Tehát egy összetett sporttevékenységről van szó, mind a kettőben jól kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki eredményesen tudjon szerepelni egy versenyen. A szellemi sportok legjobbja Werner Anna lett, aki az ifjúsági sakk olimpián a válogatott második csapatát erősítette az U16-os korosztályban. Anna a Decsi Községi Sportegyesület igazolt játékosa. A sakk is hasonló, úgymond az összes többi sporthoz, csak inkább szellemi és nem fizikai. Itt is a legfontosabb a szorgalom és ugye a tehetség. Nekem hetente 2-2 óra edzésem van csoportosan, és minden nap 1-2 órát sakkozok önállóan. Hát ugye itt az edzések eltérőek, hiszen itt nem fizikailag edzünk, inkább sakktáblán. Az edző híres partikat mutat, valamint kombinációkat szoktunk fejteni. És szerintem azért én kaptam ugye ezt a díjat, mert ugye országos eredményeim is vannak mindig dobogon, valamint idén az ifjúsági olimpiai második csapatban benne voltam. Jobbágy Nikolett twirling sportágban a Paksi SC DSS színeiben ért el dobogós helyezést, amiért a megye díjjal jutalmazta. A twirling sportág az igazából arról szól, hogy van egy bot, mint egy eszköz, és azzal dobásokat, kis lendítéseket, illetve a bot végét fogva csinálunk gyakorlatokat. Van a versenyeknek két része, a freestyle, vagyis amit mi választunk a zenét, illetve mi rakjuk össze az egyénit. Ez egyéni lehet, illetve páros, de lehet csoportos is. Aztán van a kötelező része, a szóló, gimnasztika, illetve az elemek, ebből épül fel az egész. Hát én ezt az egész dolgot 12 éve kezdtem, nagyon megtetszett, illetve furcsának tűnt, hogy ez hogy is épül fel. Nagyon sok munka van benne, és nagyon sokat dolgoztam azért. Tavaly ugye kijutottunk Európa kupára, idén is ki szeretnék jutni, csak most világban vagy EB-re. Hát most volt egy versenyünk a hétvégén, amit meg is nyertem. Nagyon örülök neki. Nagyon sokan vagyunk most az egyesületbe, de várunk mindenkit. Studer Ágnes sport teljesítményét a megye másodszor ismerte el a díjjal. Ágnes tavaly bronzérmes lett az U17-es kosárlabda világbajnokságon Csehországban. Az Atomerőmű KSC Szekszárd irányítója a világversenyen nagyszerű teljesítmény nyújtott. A kanadaiak ellen 13, a csehek ellen pedig 16 ponttal járult hozzá a nemzeti együttes sikereihez. Első osztályba kezdtem kosarazni Harsányi Máriánál, és már ez a 10. évem. Legelőször az U16-os EB-n vettem részt 2013-ban, és tavaly 2014-ben a világbajnokságon bronzérmesek lettünk, hát és gondolom ezért kaptam, nagyon örülök neki, mert látszik, hogy a munkámnak van eredménye. A Szekszárd Bad Bones amerikai futballcsapat még csak a harmadik idényét futotta a Magyar Ligában a Divízió 2-ben, ám 2014-ben már elődöntőt játszottak. A szekszárdi csapatot 2008-ban lelkes amatőrök alapították, ma már az egyik legnépszerűbb sportcsapat Szekszárdon. TV történelem 21 legnézettebb eseményei közül 20 darab az egy amerikai futballmeccs. Ugye? Tehát ezt így kell elképzelni. Európába előretől a sportág, Magyarországon borzasztóan mostoha gyerek, én azt gondolom még, mivel ugye Magyarország egyébként nyilván történelmünkből adódóan egy olimpiai beállítottságú ország.
ez nem lesz olimpiai sporták soha sem, bár ugye én úgy tudom, hogy 2020-ra már kérték a felvételét, de valószínűleg nem lesz olimpiai sportág, ezáltal itt Magyarországon annak a egyelőre 3-4 ezer embernek kell kiépíteni ezt a sportágat, akik lelkesedésből, önerőből erre képesek. 800, 1000, 1200 fős meccseket tudunk játszani, ami szerintem is egy óriási dolog, és nagyon örülök, hogy ezt elértük. Én azt gondolom, hogy jelenleg mi Szekszárd legnépszerűbb csapata vagyunk. Ezt én el is szoktam mondani. Nyilván ezt a helyén kell kezelni, ezt a dolgot. Sajnos még mindig nem ismernek minket elegen Szekszárdon, és arra törekszünk, hogy minél többen megismerjenek minket, és minél többen még csatlakozzanak hozzánk. A Szekszárd Bad Bones legjobb játékosa 2014-ben Halász Richárd, a csapat running back-je lett. Igazából egy csapatsportban ezt nehéz megítélni, ezek mindig csak az edzőknek a döntése alapján születik meg, hogy ki a csapatban a legjobb játékos. Ezt ők határozzák meg. Most egy csapatsportban elég nehéz egyéneket kiemelni, ez azért mégiscsak több embernek a munkája van az, hogy én tudtam például itt a legjobb lenni, ez mindig a csapaton múlik. Szóval ez nem csak az én díjam, ez a csapatnak a díja, de valakit ki kell menni, nem lehet egy egész csapatot díjazni sajnos. Mennyi munka van egy ilyen díj mögött? Hát rengeteg. A heti 3 edzésen kívül egyéni munkát is bele kell fektetni, külön edzéseket, különben nehéz elérni eredményeket ebben a sportban. Egy nemzet sikerességének feltétele a közösségért való küzdelem, és a díjazott sportolók 2014-ben bebizonyították, hogy méltó példaképei lesznek a jövő generációinak.